Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Barna Árpád, a Moson-Magyaróvári rendőrkapitányság vezetője. Szeretettel üdvözlöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm önt is, és a hallgatókat is. Egy kis évértékelésre kérjük annak kapcsán, hogy ugye tegnap találkoztak a polgármesterekkel, volt egy ilyen kis összegyűlés, amikor is a közbiztonságot értékelték így együtt közösen, illetve hát gondolom, hogy ön kérték meg arra, hogy egy kis képet adjon arról, hogy mi a helyzet most ezen a területen. Mi történt ezen a találkozáson, kapitányság hát vezető úr? A tegnapi napon történt a közbiztonsági egyeztető fórum, ahová minden település vezetőt, illetőleg polgárőrség vezetőt, a helyi rendészeti vezetőt meghívtunk, és közösen értékeltük az elmúlt év tapasztalatát, egy kicsit átnéztük az eddigi eredményeket, vagy pontosabban én ismertettem az eddigi bűnügyi helyzetről egy pár publikus számadatot, illetőleg az eredményeink, hogy hogyan változtak. Próbáltuk felmérni azokat a lehetőségeket, hogy a polgár őrség, illetőleg a városi rendészet bevonásával milyen tartalékok vannak még itt az évvégi hajrába, amivel a közbiztonságot még jobbá, még biztonságosabbá tudnánk tenni, tekintettel arra, hogy jön az évvégi bevásárló a roham, sötétednek az éjszakák, hűvösödnek az utak, gyakorlatilag közbiztonsági helyzetünk, közlekedési helyzetünk drasztikusan változik. Ebbe az értékelésbe többek között én elmondtam, tájékoztatást adtam, hogy a rendőrség eredményességét rengeteg tehát mutatóval mérik, többek között a nyomozás eredményességével is. Ez azt jelenti, hogy az ügyet hogyan fejezték be, egy rendőrségi eljárást, ez eredményes, eredménytelen volt, illetőleg... Tehát, hogyha indult egy ügy, indult akkor egy annak mi lett eljárás. A végeredménye? Hogy ez most pozitív, mert sikerült az elkövetőt elfognunk, illetőleg nem azt mondom, hogy tehát vádra, bíróságra küldeni, ugye, mert ezer más befejezési mód is lehet, tehát a rendőrség szempontjából megnyugtatóan, eredményesen az elkövető legalább ismeretével. Legalább elindult ennek a történetnek egyfajta... Igen, hogy eredményesen fejeztük be az eljárást, és ez a tavalyi évben, ugye ez 49,8%-on állt ez a nyomozás eredményességi mutató, most 2016 október hónapig bezárólag januártól ezt 63,4%-ra emeltük, ez egy elég markáns emelkedés, emelkedett gyakorlatilag a kiemelt bűncselekmények nyomozási eredményességi mutatója, az is körülbelül ilyen százalékkal, a bűncselekmények száma egészen pontosan 23%-kal csökkent, tehát lényegesen kevesebb bűncselekményt követtek el illetékességi területünkön, amit én úgy gondolom, hogy a bevezetett intézkedések, a folyamatoknak az újra struktúrálása, ugye, amit én a székfoglaló beszédemben ígértem a kollégáknak, ezek részben már megtörténtek, finom hangolások történtek, eddig is jó, úgy gondolom, hogy nagy tudású, nagy tapasztalattal bíró kollégákkal vagyok körülvéve. Mik ezek a finom hangolások, azért mondjuk el ezeket, mert ezek tényleg jelentős százalékokról beszélünk. Hogy például értékeljük, hogy a bűncselekmények térben, időben hol jelentkeznek. Tehát a bűnözőt, bár mindenki, ugye a rendőrök is úgy gondolják, hogy úgy célszerű dolgozni, ahogy a normál napszak, tehát 8-tól 3-ig, vagy 4-ig. Ettől függetlenül ugye a bűnelkövetők nem gondolják ezt, és hitem szerint nekünk akkor kell a közterületünk megjelenni, amikor a bűnelkövetőket el tudjuk fogni, tehát az esti, éjszakai, hétvégi időszakra, és akkor ezeket, ez a súlypontokat áthelyeztük a frekventált területekre, a bűnelkövetési időszakokra, bűnügyi akciókat, portyaszolgálatokat szerveztünk. Nagyon nehéz helyzetben van azért Moson-Magyaróvár mondjuk a többi kapitánsághoz képest, mondjuk egy Budapest körüli kapitánságot alapul véve, tekintettel arra, hogy itt, mint kiderült, a határon átnyúló közlekedési viszonyok, azok olyanok, hogy gyakorlatilag itt 5 percen belül a Moson-Magyaróváron elkövetnek egy bűncselekményt, 5 percen belül legalább 6 helyen lehet kiszáguldani az országból.
és azért erre egy rendőrségi gépezetnek a reakció idejét felépíteni, hát nem egyszerű, ezzel szemben mondjuk Kecskeméten elkövetnek valamit, hát ott hosszú órákat kell autózni ahhoz, hogy elhagyják a határt, addigra már a hírháló, az intézkedési láncolat fel tud épülni, ez a lehetőség nekünk nem adatik meg, nekünk úgy kell felkészülni mindenre, hogy azt pront, azonnal, gyorsan, hatékonyan, legoptimálisabb módon tudjuk zárni a területeket, illetőleg azonnal a forrónyomon el tudjunk indulni. Ez sok esetben sikerült, illetőleg hát, hogyha nem sikerül, akkor jönnek azok a sziszifuszi nyomozati cselekmények, amivel például a szeptember 18-ai garázdaság, csoportos galázdaság is. Ez amikor föltúrták a Magyar utcát, ugye arról beszélgettünk, amikor itt a Facebook és különböző oldalakon mentek ezek a megosztások, szerintem itt félmoson Magyaróvár nyomozott körülbelül, hogy igen, meg hát legyenek az elkövetők. Nagyon szépen köszönjük minden segítőnknek, úgymond, aki bármiféle információt juttatott a tudomásunkra, ezeket az információkat végigjártuk, sajnos mind falsnak bizonyultak, tekintettel arra, hogy azon a napon volt itt egy futó rendezvény, és tudomásunk szerint ezen a futó rendezvényen résztvevők is részt vettek ebben a garázdaság cselekményben, hát alapvetően bajai és szegedi elkövetőkről beszélhetünk, akiknek egy gyanúsítotti kihallgatása már megtörtént, beismerő vallomással elismerték, hogy valóban hát jó ötletnek tűnt, vagy hát a illuminált állapotukban ez ők nem gondolták át ennek a tettüknek a súlyát, hát ennek majd a következményeit értelemszerűen vállalni fogják, de roppant szövevényes felderítés útján sikerült rengeteg bejelentés után kideríteni azokat a személyeket, akik egyáltalán itt jártak abban az időszakban, éjjel egy órakor, mert a kamera felvétel bár sok támpontot ad, de ugye a személyi azonossága senki nincs a vac képére ráírva, tehát ez rengeteg munkát ad. Meggondolom, ha még nem is volt ügyük esetleg, tehát ez ilyen első történetes, hát akkor pláne nehezíti ezt az egész helyzetet. Egyébként ilyen rongálások azok mennyire jellemzőek Moson-Magyaróvárra? Ugye ez egy nagyon látványos dolog volt, meg hát, látványos helyen is történt. Lekopogom gyorsan. Rongálás annyira nem jellemző. Rengeteg a családi veszekedés, az apró indulati cselekményekből eszkalálódó testi sértés, könnyű és súlyos testi sértések, de hát nem ritkák az ittasságból adódó köztéri hát verekedések, amik rendre garázdaságként kerülnek megállapításra, amennyiben más bűncselekmény nem valósul meg. De szép számmal vannak lopásaink, ugye a bűncselekmény összetételt vizsgálva mindig a lopás és a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. De ezek ilyen kisebb lopásokról beszélünk, nem? Tehát nem. Hát ebben van minden, tehát a leszólítás, a zseblopástól az M1-es autópálya 162-es kilométerébe a Molkuton rendre fosztogatják az átutazókat, de hát ezekre igyekszünk kellő akciókkal és megfelelő videó rögzítéssel bizonyítani ezeket a dolgokat, nem minden esetben sikerül, de hát ha már a lopásnál tartunk, az elmúlt évben 18,4% volt a lopásnak a nyomozás eredményessége, idén pedig 40,2. Tehát én úgy érzem, hogy azért így kétszer annyi lopásnak az elkövetőit derítettük föl, mint amit az elmúlt év azonos időszakában. Én úgy gondolom, hogy a kollégák azok kifejezetten példamutatóan és hatékonyan helytállnak. Így van. Balesetek terén hogy állunk? Mert ugye akármilyen bűncselekményt nézünk, gyakorlatilag nálunk itt ez a hármas határ, ez meghatározó, és talán még a balesetekben is mondhatjuk azt, hogy igen. Hát igen, a balesetek helyzetében nem tudunk jót elmondani, tehát ilyen pozitív javulást. Ugye hát ez részben köszönhető az ausztriai munkavállalásnak, óriási forgalom halad át Moson-Magyaróváron a reggeli délutáni órákban. Így van, egy adott kereszteződés áteresztő képessége az adott, hogyha több autó érkezik bele, akkor hosszabb idő kell, míg átjussanak az emberek, a türelem az fogy. Úgyhogy ennek következtében a balesetek száma, ugye hát ezt említettem, hogy akkor emelkedett 33%-kal. Ennek a rendőrség valami kevés ráhatással bír, hát igyekszünk a rendelkezésre álló optimális helyeken megjelenni és a már ismert Trafipaxos autónkat kihelyezni.
de ettől függetlenül továbbra is elsődleges a relatív gyorshajtás, ugye, ami elsősorban a türelmetlenségből, késésből, adódó időbehozásból ered. Az ittas vezetés ellen lépünk föl erőteljesen, mert úgy gondolom, hogy ez is egy meghatározó ok, de ebből az ittas vezetés miatt az egy is sok, hogyha emiatt valakinek valaki megsérül, vagy egyetlen anyagi kárt okoz valakinek, tehát rendre ellenőrizzük a sebességmérést, az ittas vezetést, azt elég nagy számban ellenőrizzük, illetőleg a passzív biztonsági eszközöknek a megtartását, hogy a biztonsági övet bekötötték-e vagy sem, mert a biztonsága a legfontosabb. Egy ember halál is teljesen fölösleges az utakon, amikor ezt el lehet kerülni. Az elvezénylések, tudom, hogy nem szeretnek erről beszélni, de azért nyílt titok itt Mosonmagyaróvár kicsiváros. Aha. Tudjuk, hogy azért itt a déli határ fele mennek a rendőreink időnként. Hát erről a témakörről, túl azon, hogy az országos rendőrfőkapitány úr az ORFK hatáskörébe utalta a sajtó felé megnyilatkozásokat, így nagy bőlére ezt én értelemszerűen nem engedhetem, de ez miután nyílt titok, azt el lehet mondani, hogy a rendőrségnek ugye a rendőrségi törvény szerint a rendőrség feladata a közrend, közbiztonság védelme, bűncselekmények elkövetőinek elfogása és megelőzése, valamint ugyanebben a mondatban szerepel az is, hogy az államhatár védelme. Ebből következik, hogy ez ugyanolyan feladat, mint bármi más. Az ország határnak a védelmeit az illegális migráció nyomán ez egy jelentős terhet ró mindenkire, de ez bármelyik megyét és bármelyik kapitányságot nézzük, én úgy tudom, és ez így van, hogy mindenki egyenlően veszi ki a részét ebben a feladat végrehajtásban. A kollégáink helytállnak, nagyon pozitív eredményeket kapunk vissza, hogy hány hatásértőt fordítottak vissza, illetőleg fognak el embercsempészeket, illetőleg ezeket, ami a legfontosabb, hogy hát ez egy feladat. A feladatokat végre kell hajtani. Ezt maradéktalanul végre is hajtjuk, de ezt a polgárőrség, illetőleg a városi rendészet bevonásával minden esetben ellensúlyozzuk, illetőleg hát ott próbálunk megjelenni mindig, és akkor, amikor leginkább szükséges. Most ugye a határvadászok azért most már úgy kiképződnek lassan, talán akkor lesz egy kis nyugalom a következő évtől, vagy erről még nincs információ? Erről én nem tudok semmiféle konkrét információt, azt tudom, hogy elkezdődtek a képzések, és valóban, hogyha az államhatára ezek a kollégák lekerülnek, új karrierek indulnak be, akkor vélhetően minden kapitányság egy kicsit fellélegezhet, hiszen ebből a feladat végrehajtásból kisebb részt fog majd akkor vállalni. És akkor evezzünk itt a saját vizeinkre, ugye hamarosan jönnek az ünnepek, egy-két jó tanácsa tud-e szolgálni hát nekünk, hogy mire figyeljünk? Hát ilyenkor ugye a statisztika rengeteg mindenre jó, de leginkább arra, hogy az előző évek tapasztalataiból tanuljunk előre. Így eljött az az időszak, amikor a közlekedési balesetek, lefagynak az utak, a relatív gyorshajtások és a közlekedési balesetek száma meg fog emelkedni. Erre hívnám föl minden néző figyelmét, hogy hát nem akkor kell beletölteni a fagyállót, meg nem akkor kell lecserélni a gumit, amikor már régen csúszkál mindenki. Téligumi már biztos, hogy van mindenkinek. Igen, hát én nem esküdnék meg rá, de tehát ezt, az utak reggelente már lefagynak, és ez problémát jelent. A hamarabb sötétedik, emiatt a bicikliseknek a láthatósága, kabátot veszünk föl, rálóg a nyereg alá föl helyezett lámpára, tehát nem látható. Egy autóból egy szürkületben sokkal rosszabbul lehet kilátni, tehát amikor lelépünk a járdáról, akkor keressük a szemkontaktust, javaslom, hogy keressük a szemkontaktust, hogy a sofőr az észrevette bennünket, és ő is úgy gondolja, hogy meg fog állni, és mi is. Bizonyosodjunk meg erről, mert az autóból sokkal nehezebb kilátni, de hát bűncselekményi vonalról is jelentősen itt a bevásárló központok környékén a gépjármű feltörések száma ilyenkor rendre megugrik, hát ez köszönhető az elkövetők
aktivitásának, de nem csak annak, hanem leginkább annak, hogy a kedves sértettek az autójukban látható helyen hagyják azokat a tárgyakat és eszközöket, amiket úgy gondol az elkövető, hogy ezért érdemes betörni. Jó, bevásároltam betörni. Karácsonyra, ott a táskám, ott a pénztárcám, a mobiltelefonom, igen, hát ez, igen, és akkor ott hagyják az autót, és akkor mire visszaérnek, csodálkozva tapasztalják, hogy sok üvegszilánk van a pénztárca helyett az ülésen. Tehát erre felhívnám mindenki figyelmét, hogy erre kifejezetten figyeljen oda, hogy ne hagyjon értéket az autójába, illetőleg ilyenkor rendre megindulnak azok a trükkös fa eladások, vagy csalások, inkább úgy mondom, amikor este, éjszaka, bár nappal kellene leszállítani a tűzifát, hát éjjel hozzák meg, sötétben, a tölgyfát kértünk, de fűzfát kapunk, ami csöpög a víztől, az 5 köbméter helyett kapunk 3-at, de ezt jól leborítják, és akkor én azt, egy laikus ezt nem tudja felmérni ennek a helyzetét, másnap pedig jön be, hogy hát nekem ezt a fát hozták, és akkor kiderül, hogy egy fiktív vállalkozó, fiktív cégétől kapott egy szállító levelet, amit aztán megtalálni egy kész művészet. Tehát azt tudom javasolni, hogy fát akkor vegyünk, és attól, amikor látjuk magát az árut, tehát hogy ez ne egy adhok dolog legyen, illetőleg hát ilyenkor a lopások, meg egyáltalán ez úgy egész évben igaz, hogy figyeljünk a szomszédainkra a jó értelemben, tehát a lakásba ténykedőket, oda beköltözőket, vagy éppen úgy tűnik, hogy valaki hordja ki egy autóba az értékeket, tévét, ezt-azt, hát akkor nem biztos, hogy a szomszéd költözik, de hogyha ilyet látunk, akkor szóljunk be azonnal. Illetve az elmúlt év tapasztalata volt például így negatív tapasztalat így a lakosság részéről, hogy történt egy súlyos bűncselekmény, és másnap besétált a hölgy, és elmondta, hogy ő vele milyen szomorú dolog történt, és megkérdeztük, hogy hát ezt akkor és ott kellett volna hirtelen, hogy ez rengeteg nyomozati cselekményt, meg azonnalos intézkedést kívánt volna magával, és ő legnagyobb lelki nyugalommal közölte velünk, hogy hát ő hívogatta a 911-et, de nem vette fel senki. Tehát én javasolhatom az országos főkapitányságnak, hogy a 911-et irányítsuk át a 112-re, de ez tehát Magyarországon nem a 911 él, hanem a 112. Sok filmet nézett a hölgy biztosan. Hát valószínű, de ugye ezzel ő neki is kellemetlen helyzet, nekünk meg szinte egy lehetetlen ügyet generált ezzel, mert utólag kullogni az események után, az már nem egyszerű. Akkor lesz dolguk most ugye az ünnepekre is, ahogy de hallom. De felkészültünk, igen, tehát mi ezt várjuk, hogy történjenek, mert ezek történnek. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Remélem, hogy akkor a következő beszámoló is majd ilyen sikeres lesz. Hát remélem én is, nagyon szépen. Minél kevesebb bűneset történik még itt ebben a néhány hétben, ami hátra van az évből. Köszönöm, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!